Köszöntöm kedves nézőinket! Örülök, hogy ma is minket választottak és velünk mozogtak. A Sportpont neked folytatásában a főszerep az atlétikái, a sportok királynői. Vendégem pedig Szalma László, akit senkinek nem kell bemutatnom, a Testemelési Egyetem Atlétika Tanszékének docense, mobb bizottságának tagja, a távoluglás szabadtéri és feredpályás országos csúcs olimpiai, BB és LB helyezett, fedett pályás Európa bajnok és sokszoros magyar bajnok távolugrónk. Köszönöm, hogy meg meghívásunkat. A mai műsor további főszereplője, a sportok királynője, az atlétika. Jeles képviselője Szalma László üdít velem szembe, és vele fogunk beszélgetni, hogy milyen fontos az atlétika, ugyanis valamennyi sportág alapját képezi. Felsoroltam az előbb az összes címet, amivel rendelkezik, és rengeteg elfoglaltsága is van. Hogy jut ezek mellett ideje a saját testedzésre? Vagy jut -e egyáltalán? Köszöntöm a nézőket, és köszönöm szépen a meghívást. Hát igen. Nem egyszerű. precíz, pontos, precíz, pontos napi beosztás van, de mindenre tudunk időt szakítani. Arra azt szokták mondani, hogy mindent lehet, csak akarni kell, tehát meg lehet oldani mindent. Tehát a napi sportolást is meg lehet, bár mostanában nagyon hanyagolom, tehát ö, én is egy kicsit ebben a, ezen a téren egy kicsit ö, ellustultam, de, de azért próbálom, mert tulajdonképpen így nőttem föl, pici gyerekkorom óta sportoltam, tehát aki sportol, és ezért nagyon fontos a sport szerepe, aki pici korától sportol, nem baj, hogyha versenyszerűen, akkor ez egy életformát tud kialakítani magába, és hogyha eltelik 3-4-5 nap, és nem sportolt, akkor hiányérzete van. Tehát ez nagyon fontos, hogy így neveljük a gyerekeket is. Mennyire látja a mai utánpótlást, atlétika utánpótlást kedvezőnek, vagy mennyi, mennyire mondhatjuk azt, hogy fejlődik az atlétikai utánpótlás eredményekben, az látható a fejlődés. De ha egész kisgyerekeket nézünk, bennük van az, hogy valamikor igazi atléták lehetnek? Természetesen bennük van, de nagyon nagy a feladat az atlétika szövetségnek is, az egész, az egész családnak tulajdonképpen, mert nagyon nagy az elszívó erő, sok sportág már egyre jobban megy le, labdajátékok egyre hamarabb akarják megtalálni a tehetséges labdajátékosokat, sportolókat más egyéb sportágban is, holott tudomásul kéne venni, hogy az atlétika minden sportág alapja. Tehát atlétizáljon a gyerek, ameddig csak lehet, különböző állóképesség, gyorsaság, erőfejlesztés, különböző futások, ugrások, szögdelések, dobások mintáját tanulja meg, és abból majd a többi sportág is tud fejlődni és ez nagyon fontos, mi 2012-ben indítottunk el egy kölyökatlétikai programot a Szövetség, illetve a Testnési Egyetem égisze alatt, ahol kiképeztünk nagyon sok pedagógust ezzel a kölyökatlétikai új oktatás És Ebből, adódó, ebből is adódóan nagyon sok gyerek kezd el atlétizálni, nagyon jó az utánpótlás, de még mindig sosem vagyunk elégedettek, mindig több és több kell, minél több, minél nagyobb mennyiség, ami, <coughs> bocsán, minél nagyobb mennyiség, amiből majd a minőség e, ki tud domborodni. Mert azért az új az korosztályos versenyeken, világversenyeken elég szép érmeket, helyezéseket értünk el az elmúlt időszakban. Tehát Igen. fejlődik az utánpótlás. De ehhez kellenek a jó edzők is. Ugye a Testnevelés Egyetem Atlétika tanszékvezető docense. Megvan az alap, az egyetemről kerülnek ki igazán jó atlétika edzők, vagy ez is nehéz kérdés? Hát elég eh, nehéz kérdés, de, de azt szoktam én mondani, hogy ezt a hallgatóknak szoktam elmondani, a jövő népegészségügye a mai testnevelő tanárképzésen múlik, a jövő élsportja pedig a mai edzőképzésen múlik. Mind a kettőnek a zászló a TF, Testnési Egyetem. Igen. Tehát nagyon fontos, hogy jó szakembereket képezünk. Sajnos az elmúlt <coughs> időszakban 2014-ig, a megfelelő szakedző képzés nem volt. Tehát ez, a, ez az úgynevezett kettős, ez a bolonyai folyamatos dolog, amit kitaláltak annak idején, a, 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 a kétszintű képzés, az nem tett jót a testnő -tanár képzésnek, és a szakedző képzés is ez egy kicsit úgy háttérbe szorult. Most, mióta Mocsai Lajos Lektor úr a, a, a TF-nek a, a vezetője, tehát ez visszaállt, és 2014-től, 15-től beindult a szakedzőképzés a TFN, a régi formája, tehát ma már, aki jelentkezik, két szintű edzőképzésbe tud bekapcsolódni, az alapképzésbe, az úgynevezett BA edzőképzésbe, az alapszintű képzésbe, illetve az MSC, a mesterszakos edzőképzésbe is be tud kapcsolódni. Tehát mi nyitottak vagyunk a Testnés Egyetem, atlétika tanszék, tehát várjuk a megfelelő múltal, nagyon fontos, megfelelő múltal rendelkező azon hallgatókat, akik a edzői pályát választják, vagy akarják választani. Értem. Reméljük, hogy minél többen fognak jelentkezni, ha hallják ezt, és kerülnek ki kiváló edzők és versenyzők is majd a testem és egyetemről. Ha az atlétikát nézzük, összehasonlítjuk az önidejében szerű atlétikát és a mai atlétikát, rengeteget változott, gondolom. Mondhatjuk azt, hogy manapság könnyebb valamilyen szinten jó eredményt elérni, jobb a technika, jobbak a feltételek a versenysport világában, mint akkor a 70-es, 80-as években? Hát a feltételek azok lényegesen jobbak nemzetközi szinten, a mai szinten, a mai magyar viszonylatban egy kicsit billeg, mert csarnokunk nincsen, tehát fedett pályás csarnoka nincs az atlétika szövetségnek, atlétika pályái nagyon kevés, tehát például Budán nem lehet dobni. Tehát ha van olyan tehetséges gyerek, aki Budán szeretne dobni, nem tud dobni. Mert csak a TF-pályán volt, volt ö, dobópálya, de most már ugye azt is felújítják, és most egy-két évig ott szünetel a, a, a dobás, tehát nincs fű. Tehát itt a létesítménybe, infrastruktúrába egy kicsit, kicsit billegünk de hogy az eredeti kérdésre visszatérjek, hogy, hogy akkor volt könnyebb, vagy most volt könnyebb atlétizálni, az biztos, hogy mind a két időszakban nehéz volt atlétizálni. Az atlétika az egy, az egy folyamatnak az eredménye, tehát nem lehet az, hogy na most elkezdek atlétizni, és két év múlva én már világbajnok vagyok. Tehát ez egy folyamat gyerekkorban kell elkezdeni, és megvan az oktatási fokozat, a különböző didaktikai alapelvek, amiket be kell tartani, hogy abból majd a lurkó egyszer majd csak válogatott legyen, vagy adja Isten Európa bajnok, világbajnok, olimpiai bajnok, vagy olimpiai helyzet, vagy olimpiai résztvevő. De egy biztos, hogy az atlétika óriási konkurenciával bír. Tehát hatalmas konkurencia van. Tehát nagyok az elvárások itthon is, külföldön is, hatalmasak az eredmények, Persze vannak olyan, verseny, olyan szakágak, versenyszámok, ahol, ahol a 80-as, 90-es évek eredménye még a mai napig is jó tehát lásd férfi távolugrást, aki azt az eredményt elérte akkor, az még a mai világversenyeken is döntőbe tud lenni, esetleg még dobogóra is fel tud kerülni. Pont erre akarok rátérni, ugye a 8 méter 30 centiméterre, mindig országos csúcs, csúcs tartó, mi hiányzik a mai atlétákból, hogy ezt nem sikerült túlszárnyalni, vagy ez annyira jó eredmény volt akkor, hogy nem is lehet talán? Hát akkoriban, akkoriban 85-ben ugrottam ezt a 830 at a megboldogult népstadionban. A hazai közönség talán. hazai közönség előtt, nem is tudom milyen verseny volt, de, de nem volt egy olyan nagy ö, Európa bajnokság, vagy, vagy, vagy nemzetközi verseny, egy hazai verseny volt, és ott sikerült megugrani, és tulajdonképpen akkor az, abban az évben ez az ötödik ö, legjobb eredmény volt a világon, tehát a ranglistán ötödik voltam ezzel. De Ilyen eredményeket ugráltak a nemzetközi szinten többen, tehát nem volt az olyan, olyan eget kiáltan, mint a 890-es Bimoni 68-as világcsúcs. De Európában nagyon jó volt, háromszor is lehettem ezzel az eredménnyel, előtte utána Európa válogatott, tehát Európában én voltam a legjobb távolugra, és így válogattak be a világkupára. De, de hogy, 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 hogy miért lehetett, mert olyan testnevelőim, olyan szakemberek dolgoztak velem pici gyerekkortól, akik ki tudták hozni ezt az eredményt. A kérdés inkább az, hogy ma ezt, ezt miért, miért nem sikerült idáig eljutni a mai atlétáknak. Hát, a magyar atlétákról beszélünk. Ugyan, én, én a pályafután 25 évet tanítok a -en. Több mint 25 éve. Hogy mi hiányzik? A nemzetközi, vagyis a hazai viszonylatban én nagyon sok tehetséges távolugró fiatalt láttam. Férfiakat, nőket egyaránt. Most a női mezőnyben vannak olyan hölgyek, akik, akikben benne van a fantázia, és benne van a lehetőség, hogy világversenyen is nagyon jó szép eredményeket érjenek el, és megjavítsák a női távolugrás csúcsát. A férfiaknál az én <coughs> rálátásom legalább négy-öt olyan távolugró fiatal volt, akiben benne volt az, hogy megjavítsa a 8 as csúcsot. Csak nem jött ki. Mi kell ahhoz, hogy valakiből jó, vagyis eléri azt az eredményt, ami benne van? Mentalitás, megfelelő hozzáállás, megfelelő szakember, aki segíti, és pedagógia. Tehát a pedagógus személy is, egy testnövelő, egy edző, az pedagógus is. És a megfelelő, megfelelő közérzet, a megfelelő kör, nem közérzet környezet, hogy hova kerül. Hogy ott szeret járni edzeni, most ez a fiataloknál. Szeret oda menni edzésre, vagy hát azért megy, mert a apuka mondja, meg anyuka mondja, meg ez mondja, meg az, de, de, de nem érzi jól magát. Volt, most nem mondok neveket de volt három olyan fiatal, akiben én láttam azt, hogy ez, amit akar, akkor átugrik. Olyan tehetség volt. De nem jött ki. Nem jött ki a végeredmény. A 2023-as talán budapesti világbajnokságra gondolunk. Lehet ez egy olyan löket a mai versenysportolóknak, ahol igazi csúcsok születnek akár 20-30 évre? Hát ugye ez egy négy éves időszak, a... időszak hogyha nagyon bízom benne, nagyon bízom benne, hogy nem lesz ellenállás a stadion építéssel kapcsolatban, illetve ez a sportcentrum, hogy atlétika otthona végre egyszer megépüljön, és ugye itt van a lehetőség, nagyon bízom benne, hogy úgy fognak ö, frekventált emberek dönteni, hogy ez az atlétika centrum megépüljön, és legyen 2023-as atlétikai világbajnokság Budapesten. Nagyon fontos az atlétikának és a magyar sportnak is. Nagyon fontos. Nem csak a versenysportnak, a szabadidősportnak és egy nézőinket is kössük ide, ugyanis az atlitikánhoz, ahhoz, hogy valaki fusson, sportoljon, elég egy jó edzőcipő, és ők is tudnák használni ugye ezt a létesítményt. Mit tudna tanácsolni azoknak, akik még csak így kezdegetik a futást, az atlétikát megismerni? Tulajdonképpen az, aki 2023-ban ott részt akar venni ezen a világbajnokságon, annak már atletizálni kell. Annak már eredményeket kell elérni a, a mostani e, korosztályos e, versenyrendszerben. Tehát az négy év. Az atlétikában az egy e, e, hosszú, is, meg rövid időszak is. Tehát olyan nincs, hogy na most én megnéztem ezt a műsort, és akkor elkezdek edzeni, és négy év múlva volt leszek a VB-n. A szabadidős gondolok, az atlétikai A szabadidős sport És azért is jó, és azért is lett ez a, ez a rendszer, ez a terv így kialakítva, hogy a világbajnokság után a visszabontott lelátók helyén egy olyan szabadidős park, egy olyan mindenki által használható tér jön létre, ahol látja az élsportolót, de mellett ő futhat egy külső futókörbe. Tehát olyan, olyan zöldövezet jöhetne létre, ami a környéknek, az egész Budapestnek tulajdonképpen egy atléta centrum jöhetne létre. És ezért nagyon sajnálnám, hogyha ez nem jönne létre. Köszönöm, hogy itt volt velünk és válaszolt kérdéseinkre. Bízunk benne, hogy 2023-ban lesz atlitikai világbajnokság. Addig is sportoljanak velünk, sportban neked adásainkat megtalálják a YouTube-on. Találkozunk jövő héten,